Az egyik legfontosabb változás, hogy a bíróságok a veszélyhelyzet idején is elsősorban levélküldemények formájában tájékoztatják az ügyfeleiket. Azonban a rendkívüli helyzet most megengedi azt is, hogy ettől eltérjenek. Idézéseket, értesítéseket ebben a veszélyhelyzetben a bíróság most már kézbesíthet elektronikus úton is, e-mail útján vagy telefonos úton, de ennek azért megvannak a veszélyei, mert utólagosan igazolási kérelmet lehet előterjeszteni a tekintetben, hogyha esetleg az idézés vagy az értesítés nem jutott el a címzethez, illetve nagyon sok esetben a bíróságnak nincs is meg az adott levelezési cím vagy telefonszám. Tehát továbbra is azért a fő kézbesítési mód a bírósági eljárásokban az a postai szolgáltatás marad. Az, hogy egyre több magáningatlant minősítenek karanténnál, a bíróságok levélküldési gyakorlatára is hatással van. Azokban a magáningatlanokban ugyanis, ahol kötelező hatósági karantént rendeltek el, a posta nem kézbesíti a bíróságok ajánlott és tértivevényes leveleit, ehelyett csak az értesítőket hagyják ott, a küldeményeket pedig a postákon lehet felvenni. De rendkívüli szabályok vannak érvényben akkor is, ha nem karanténnak kijelölt ingatlanba küldenek ajánlott vagy tértivevényes levelet a bíróságok. A postás ebben az esetben saját maga ellenőrzi azt, hogy a címzetnek adta-e át, vagy a jogosultnak a küldeményt, a személyazonosító adatait ellenőrzi, a nevét ellenőrzi, ezt saját maga jegyzi rá a tértivevényre, illetve az adott kézbesítési okiratra, és feljegyzi a kézbesítés tényét, de mellőzi azt, hogy személyesen érintkezzen a címzettel, betartja a védőtávolságot, és így történnek ezeknek az iratoknak a kézbesítése. A veszélyhelyzet miatt nem lehet közgyűléseket tartani. A rendelet nem csak az önkormányzatokra vonatkozik, ugyanígy igaz azokra a cégekre, amelyeknek a legfontosabb ügyeiről a tulajdonosokból álló tag vagy közgyűlés dönt, és a civil szervezetekre is, pedig a tavalyi év mérlegeit május 24-ig le kell adniuk ezeknek a társaságoknak, viszont a közgyűléseknek el kellene fogadnia ehhez a tavalyi évi üzleti beszámolókat. A kormány ezért úgy döntött, hogy most különleges keretek között is tanácskozhatnak a közgyűlések. Meg lehet tartani újabb módszerekkel, így elektronikus úton, akár e-mail vagy levelezés útján is, még abban az esetben is, hogyha a civil szervezet alapító okirata, alapszabálya, társasági szerződése nem tartalmaz ilyen rendelkezéseket. Ennek a szabályait tartalmazza a kormányrendelet, amely április 10-e óta hatályos. Ez esetben lényegében röviden az változott, hogy a döntéshozó szerv döntheti el azt, hogy milyen szabályok útján lehet akár e-mailben vagy elektronikus úton elfogadni ezen döntéseket. Vagyis közgyűléseket tartatnak a cégek és a civil szervezetek, de csak elektronikus módon. De a nemrégen hatályba lépett rendelet most arra is lehetőséget ad, hogy az elnök vagy a cégvezető egymaga fogadja el a tavalyi évi beszámolót és a mérleget. Amennyiben utólagosan probléma merül fel bizonyos ilyen döntésekkel kapcsolatban, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újra összehívható a közgyűlés, és meg lehet vitatni ezeket az így elfogadott rendelkezéseket. Változás az is, hogy azok a cégvezetők vagy civil szervezeti elnökök, akiknek most jár le a megbízatásuk, hivatalban maradhatnak egészen a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig.